Ha nem, akkor is. Keresztneveket kérek szépen sorra, hiszen csak... Na, gratulálunk nektek! Kérlek, álljatok egymás mellé, és akkor emeljétek jó magasra, és itt a srácok csinálnak rólatok egy képet. Egy tapsot nekik, igen! Egy pár szóban mondjátok el, légy szíves, a tapasztalataitokat. Mi tetszett a legjobban, melyik feladat? Hát nekem a szerepjáték, mert most próbáltam ki először, és nem gondoltam, hogy ennyire jó lesz, de nagyon tetszett. Aha, de nem a... Kinél voltatok szerepjátékozni egyébként? Melyik kollégánknál? Hát ő... Kittinél. Kittinél. Aha, azt hittem, hogy a Norbi Balázsa fogod meg esetleg, mert hogy az is közrejátszott. Hova valósiak vagytok egyébként? Dombováriak vagytok? Jó, hát akkor kérlek, így két hetente lehet jönni mágushozni ide Tamásiba. Fiatal embert is kérlek. Norbihoz. És igen? Kristóf. Igen, semmi baj. Most próbáltam először én is a szerepjátékot, és nagyon jól teszett. És szeretnék meg ilyet játszani, hogyha lehet lehetőséget. Norbinek, tessék udvarolni. És mennyi ideig tartott nagyjából? Hát... Összvisz. Negyed óra. De nem, az egész. Mire végigmentetek az egészen? Fél óra mondjuk. Általán többnek kellett lenni. Az egész játék. Az egész játékra gondolunk, hogy mennyi idő volt. Nincs keresés. Hát olyan egy óra nagyjából. Oké, akkor már csak a mi tisztünk van hátra, hogy ezt a győzelmet nektek díjazzuk, még plusz van egy kis oklevéllel. És akkor arra kérlek benneteket, hogy ezeket is így tartsátok meg, jó? És akkor váljék nektek ez egy nagyon jó emlék ki, ez a mai nap. Gratulálunk! Köszönjük szépen! Még egy tapsot az összesemünknek! Mondjuk még egy fontos dolog, annyit azért osszunk már meg így a közönséggel, mert jó, én nyilván tudom, mi volt a ládában, de így ti is meséljétek el azért, hogy tudják a többiek, mit veszítettek, aki nem játszott. Rengeteg eurót. Eurót? Igen? Tényleg? Nézzem meg, én tudom, hogy az miből a csoki pénzről van szó természetesen azért. Ezt hozzá kell tenni az igazsághoz, és még... Úgy van, a Tamási fürdőbe kaptak a kedves győztesek, mint ahogy a rajzverseny győztese is fog kapni, illetve a Yu-Gi-Oh! Verseny győztese is egy-egy stand belépőt, amit bármikor felhasználhattok. Köszönjük szépen!